felkérem Sándor Krisztinát, az MB Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnökasszonyát, hogy szóljon pár szót. Köszönöm szépen, és jó estét kívánok mindenkinek. Üdvözlöm a hallgatókat, tanárokat, városból érkezett érdeklődőket, és külön köszöntöm a vezető konzulat Magyarország csíkszeredai főkonzulátusáról, Cséges Sándor vezető konzul úr, és rektor urat, akihez végül is hazajöttünk ide a vásárhelyi falra, és akinek a segítségével végül is teret adtunk itt az egyetemen is annak, hogy Fekete Márciusról kicsit a diákok körére is megemlékezünk. És hát köszöntöm az este egyik főszereplőjét, Kincseselő ügyvéd urat, majd a film végén mindannyian többet fogunk tudni róla, azok is, akik még nem ismerik. Én sem vagyok vásárhelyi, és gondolom, hogy az itt levő diákok egy része sem vásárhelyi, tehát én is a Balkán bajnok megtekintése után kaptam egy részletesebb képet Kincseselő ügyvéd urról, bár nyilván, hogy a munkássága az azért sokak előtt ismert, úgyhogy most talán ennyit a film előtt, és hát a filmről mondtak hideget és meleget is, írtak is. Ha jól emlékszem, 2006-ban rendezte, készítette el a filmet Kincseselő ügyvéd úr lánya, Kincses Réka, és majd meglátjátok, hogy hát ez egy dokumentumfilm, de a dokumentumfilm kategóriában is egy sajátos, igen-igen személyes jellegű dokumentumfilm is, ugyanakkor komoly, akkori, aktuális politikai helyzeteket is őrzik a dokumentumfilm, úgyhogy én annak idején sorozatban majd 12-szer néztem meg, mert 2007-ben a Magyar Ifjúsági Tanács elnökeként szerveztünk egy civilsúri konferencia sorozatot, megfordoztuk Erdélyben a filmet, és hát mindenhol az volt a tapasztalat, hogy nem aludtak el a film közben a fiatalok, bár olyan is volt, hogy este 9:30-kor kezdtük a vetítést, tehát ez az egyik tanúság, másik meg az, hogy én is kíváncsian várom a film a megtekintését, és főleg azt, hogy azt követően milyen kérdéseket tudunk feltenni ügyvéd úrnak, mert hogy annak idején nem volt egyetlen egyszer sem alkalom úgy levetíteni, hogy ő is jelen legyen, tehát számomra még most így is egy különleges alkalom a mai, úgyhogy nézzük meg a filmet, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm.